Augusztus 20-án Magyarország születésnapján idén is számos programmal várják az érdeklődőket Nyíregyházán. A Sóstói Múzeum faluban két napos rendezvényt szerveznek az új kenyér ünnepére. A bábszínházi előadások és hagyományőrző foglalkozások mellett fellép a Szabolcs Néptánc Együttes is. A megyeszékhely Váci Mihály kulturális központjában 17 órakor kezdődik az augusztus 20-ai ünnepség, amelyen szokás szerint átadják az életműdíjakat, valamint a Nyíregyháza díszpolgára címet. A rendezvényen a Kántémusz kórus ad ünnepi műsort, de nem marad ki a programból az új kenyér szentelése sem. Este fél nyolctól a Kossuth téren a Swing a Django, 20 óra 15-től pedig Pápai Jóci ad nagy koncertet. Az est megkoronázásaként fél tíztől egy 14 perces tűzijátékot láthat a közönség. Szent István királyunk és az új kenyér ünnepe alkalmából Kisvárdán, a Flórián téren reggel 10 órakor kezdődik az egésznapos programsorozat. A hagyományőrző népművészeti csoportok találkozója Kisvárdán című népművészeti rendezvény mellett a kísérő programok gazdag kínálatából választhatnak az ünneplők. Este 7 órától ugyancsak a főtéren adják át a városi kitüntetéseket, és itt tartják az ökumenikus egyházi kenyérszentelést is. Este 8 órai kezdettel a Doktorok szintásulat Made in Hungária című előadása zárja a városi ünnepséget. Eső esetén a Kisvártai Várszínház szolgál az ünnepi programok helyszínéül. Máté Szalkán és Nyírbátorban egy nappal korábban augusztus 19-én tartják a megemlékezéseket. Máté Szalkán 17 óra 30-tól a Szent Péteri Zsigmond művelő Központ és színházban adják át a városi kitüntetéseket, és itt lesz a kenyérszentelés is. A díszünnepségen Erdő Zoltán klarinét és tárogató művész, valamint Mohácsi Vilmos cimbalom művész ad rövid koncertet. Nyírbátorban a zenéjé lesz a főszerep, hiszen az augusztus 19-i ünnepi megemlékezéssel egybekötve a református templomban Magyarország egyik vezető szimfonikus zenekara, a Danubia zenekar ad ingyenes koncertet 17 órától. Ez egyben a nyírbátori zenei napok záró rendezvénye is.